Barbara hát a munkavégzés közben megsérült. A következő 8 hónapban komoly fájdalmai voltak, de egyik reggel úgy ébredt föl, hogy tudta, Isten meg fogja gyógyítani. Nézzék csak! A Pennsylvania államban élő Barbara szeret a családjával lenni, de a közelmúltban még a legegyszerűbb mozdulatoktól is elviselhetetlen fájdalmai voltak. Már majdnem hazaindultam, amikor az egyik vásárló a kirakati bábon lévő nadrágot kérte. Akkor megemeltem, és hirtelen lent nagyon megfájdult a hátam. Barbara orvosa közölte vele, hogy megsérült a 4-es hátsigolyája. Folyamatosan sírtam a fájdalomtól. Ez az állapot 8 hónapig tartott, de Barbara mindvégig tudta, hogy Isten meg fogja gyógyítani. Elkezdtem hangosan megvallani Isten igéjét, hogy nem marad a fájdalom a testemben, és Istenre támaszkodtam, hogy gyógyítson meg. Barbara rendszeres nézője a 700-as klubnak. Egyik nap különösen figyelt az ott elhangzó imákra. Egyszerűen tudtam, hogy Isten valami különlegeset fog adni nekem. Éreztem, hogy meg fog gyógyítani. Az Úr hátfájásból gyógyít. Fogadja el a gyógyulását. Az Úr meggyógyítja. Azt mondtam, ez az. Igen, Uram, ez az. Letérdeltem, és elkezdtem dicsérni az Urat. Barbara észrevette, hogy teljesen meggyógyult. Nagyon jó érzés, hogy le tudok ülni játszani a 8 éves lányommal, akinek speciális igényei vannak. Mindenfélét szeret játszani a mamival. Nehéz leírni, mit éreztem, amikor az Úr meggyógyította a feleségemet. Élvezetesebb az élet, együtt tölthetjük a szabad időnket. Tudom, hogy Isten ma is gyógyít. Sokan elhiszik, amit a Biblia mond, de csak úgy, hogy hát igen, Isten akkor gyógyított, de ma már nem teszi. És ez nem igaz. Isten ma is gyógyít. Ő gyógyít. A Biblia szerint hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni. A hitben járás azt jelenti, hogy bízunk Istenben, hogy az igéje igaz. Hogyha azt mondja, hogy gyógyít, akkor gyógyít. Hinnünk kell ebben. Barbara elhitte, és az Úr meggyógyította. Most pedig imádkozni fogunk. Hiszem, ha ezt tesszük, akkor megvalósul az ige. Ha ketten egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Mi hiszünk ebben. Megfogjuk egymás kezét. Szimbolikusan önök is megtehetik velünk, bármi a szükségük. Mint Barbara, ön is lehet hónapok óta fájdalmak között, vagy régebb óta, esetleg tegnap óta, de Isten megérinti önt. Ezért imádkozni fogunk. Atyánk, Te mindenható Isten vagy. Neked semmiség kinyújtani a kezed, és milliókat meggyógyítani a nézőink közül. Te el tudod venni a vírusaikat, a betegségeiket, az erkölcsi problémáikat. Meg tudod szabadítani őket a félelmeiktől. Bármit megadhatsz, amire szükségük van, mert Te mindenható vagy. Ezért eléd jövünk, Uram. Elismerjük az erődet. Te csodákat tettél a múltban, és ma is csodákat teszel, mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezért, testvéreim, a Jézus nevében szóljuk a hit beszédét. Isten ereje érintse meg önöket. Gyógyuljon meg a gerince, gyógyuljon meg a lába, és a térde is gyógyuljon meg, és a csípője. Legyen egészséges az egész teste, a nyaka és az izmai is gyógyuljanak meg, az agyrázkódása is a Jézus nevében. Legyen teljesen egészséges. Az Úr meggyógyít valakit, akinek nyomódik a mellkasa. Valaki más egy Alzheimer-es családtagjáért imádkozik. Az Úr ma csodát tesz a családjában, fogadja el és higgyen a csodában. Teljesen helyreállítja az Úr. Köszönjük, Jézus! Valakinek megsérült az egyik lábból tozata, és fáj az úzódás miatt.
Az Úr most meggyógyította a lábát. A fájdalom ebben a pillanatban elhagyja a lábát a Jézus nevében. Valakinek visszatarthatatlanul rángatózik az arca, talán idegi probléma miatt. Tegye oda a kezét, és melegséget fog érezni, amint az Úr meggyógyítja. Köszönjük, Uram! Legyenek egészségesek! Ha imád szeretnének kérni, vagy leírnák, hogy mit cselekedett önökkel az Úr, a képernyőn látható címre írhatnak nekünk. Mi pedig a 91. Zsoltár verseivel búcsúzunk önöktől, amelyek így szólnak, mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. A holnapi viszontlátásra!